Idén is megemlékeztek a Magyarországon élő németek 1946-os elűzetésére. A koszorúzásnak ez alkalommal is a budaörsi ótemető adott otthont. Rendhagyó módon a rendezvényre egy tömött busznyi fiatal is érkezett. Kovács Imre, a Német Hadisírgondozó Szövetség magyarországi megbízottja elmondta, hogy a gyerekek látogatásának apropója a hadisírgondozó ifjúsági tábor volt. Ez a tábor július 18-a óta tart, melynek küldetése az is, hogy olyan helyeket keressenek fel a fiatalok, amiből okulhatnak, ez egy olyan hely, ahol kicsit betekintést nyerhetnek a történelembe. Az ifjúsági tábor mottója előzettetés, menekülés, utalva az 1946-os kitelepítésre. A táborban három nemzetiségből is vannak résztvevők, 12 német, 8 orosz és 12 magyar gyermek van. A kitelepítési emlékműnél koszorúztak a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budaörsváros Önkormányzata, Magyarországi Német Nemzetiség Helyi Szervezete, illetve a Magyarországi Német Nemzetiség Országos Szervezete is. A koszorúzáson részt vett az Alsó-Szászországi Parlament képviselője Elke Westen is, aki a német ifjúsági csoportot szervezte.